2018. január 1-től egy fontos változás lépett életbe a katázók számára. Az adózási forma bevételi értékhatára 6 millió forintról 12 millió forintra nőtt, vagyis duplájára emelkedett. Évelején 9000 volt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katázók létszáma, ez most 27%-os növekedést mutatva 11500 vállalkozásra nőtt. Az egyéni vállalkozók mellett ugye az ügyvédi irodák is beléphettek ebbe az adózási nembe, valamint ugye itt még 8 millió forint alatt áfa alanyiságot is élvezhetnek, illetve akik esetlegesen a 12 millió forintos értékhatárt, bevételi értékhatárt megharadják, azok, hogyha a 40%-os különadót megfizetik az e fölötti érték résznél, akkor természetesen ők is igénybe vehették ezt a katás befizetési lehetőséget. Ebben az adózási formában a főállású egyéni vállalkozó havi 50 ezer forint tételes adó befizetésére kötelezett, ezzel pedig minden terhét le is tudta. Ha pedig másodállásként választja ezt a formát, akkor ennek az összegnek a felét, mindössze 25 ezer forintot kell havonta befizetni. Ez azért is kedvező a vállalkozóknak, mert az egyes könyvelői munkákkal és különböző járulékok fizetésével sincs tennivalójuk, elegendő minden hónap 10-ig befizetniük az 50 vagy a 25 ezer forintot. A vállalkozásoknak nem csak a járulék fizetési kötelezettségük teljesül ezzel kapcsolatosan, hanem ugye a biztosítási jogviszonyuk is megvan, illetve a későbbi nyugdíjjárulék fizetésükre is lehetőséget kapnak, hiszen itt az idejében 90 ezer forintról 94.400 forintra emelkedett a nyugdíjjárulék biztosítás lehetősége, illetve a kisebb összeg befizetés esetében jellemző ez a 25 ezer forintos tételes megfizetésnél, az 50 ezer forintos tételes adó megfizetésénél pedig 150 ezer forintról 158.400 forintra emelkedett ez a nyugdíjellátási alap. Nagyon sokan azért nem választották korábban ezt az adónemet, mert ugye kevésnek találták ezt az ellátási alapot, amely a későbbi években nem alapozza meg megfelelően a nyugdíjjárulékokat. Természetesen lehetőség van az idejében is arra, mint ahogy korábban is volt, hogy akár ettől is magasabb tételes adó fizetése mellett még magasabb járulék alap keletkezzen. Itt pedig konkrétan arról van szó, hogy ha valaki 75 ezer forintot fizet havonta, akkor még inkább emelkedik a későbbi ellátási alapja. A kata népszerűségét az is okozhatja, hogy ezzel a formával a legkevesebb az adminisztrációs teher, illetve bárki elindíthatja egyéni vállalkozását az ügyfélkapus regisztrációjával, akár otthonról is. További kedvezmény, hogy a korábbi években, míg ha valakinek 100 ezer forintot meghaladó adótartozása volt, akkor automatikusan kikerült a katás rendszerből. Most már lehetőség van arra, hogy amíg a határozat jogerőre nem emelkedik, és rendezi az egyéni vállalkozó az elmaradását, akkor benne is maradhat ebben az adózási formában.